Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV-t, Európa Kulturális Fővárosa hivatalos helyi televízióját látják. A város friss közéleti és sporthíreivel ez a pont ma, február 25-e, csütörtök van. Baranyában csúcsokat döntöget a munkanélküliség, a régióban itt a legtöbb az állástalan, már 30 ezeren vannak. Több 10 000 forint egy sírhelyért, pécsi temetőben megdrágult a megváltás. Pénz az ablakba, illetve az automatába. Mit tegyen, aki fizetett a parkolásért, de jegyet nem kapott? A régióban Baranyában a legmagasabb a munkanélküliség aránya. A régió 80 ezer álláskeresője közül több mint 30 ezer megyénkből kerül ki. Az álláskereső klubnál voltam benn pont órán, és hát ott segítőkészek és próbálnak segíteni abban, hogy tehát állást találjuk, de sajnos ők is csak annyit tudnak segíteni, ami a lehetőségük, mert a állás sajnos az nincsen. János lakatosként több mint 20 évet dolgozott. Január 1-jével szűnt meg az állása. Azóta még alkalmi munkát sem talált. Ő egyike annak a 80 ezer álláskeresőnek, akiket a régióban nyilvántartanak. A legtöbben, több mint 30 ezeren Baranyából regisztráltak. Úgy tűnik, hogy tovább romlik a helyzet. Ezt állítja a munkaügyi központ illetékese is. Álláshelyek szinten nincsenek, elbocsátások viszont napi szinten előfordulnak. Tavaly hivatalosan 1000 főt bocsátottak el csoportos létszám leépítéssel. 2008 őszén kezdődött ez a folyamat, és azóta tart, azt lehet mondani, hogy rendületlenül, és azóta folyamatosan növekszik az álláskeresőknek a száma, leginkább itt nálunk a pécsi kirendeltségi szolgáltató központban. A régióban Pécsett a legmagasabb a diplomás álláskeresők száma. Míg a régiós átlag 3-3,5%, Pécsett a 8%-ot súrolja. Ezt bizonyítja ez a vállalkozó is. Nemrég feladott egy hirdetést, egy átlagos irodavezetőt, adminisztrátort keresett. Elárasztották az ajánlatok, több diplomás is akadt. Pénteken tették közzé a munkahelyi központ honlapján, keddre kértem, hogy vegyék, nem is keddig közel 450 állásajánlat érkezett, nagyon sok kvalifikált, nagyon jó referenciákkal rendelkező, nagyon értékes és értékelhető pályázat érkezett. A foglalkoztatási válság végét még a szakemberek sem látják. Kellemetlen meglepetés érheti azokat, akiknek mostanában esedékes egy temetői sírhely megváltása. Többszörösére mentek ugyanis fel az árak, az urnákat 10, a sírhelyeket 25 évre lehet megváltani, akár több 10 000 forintot is fizethetnek a hozzátartozók. Ez a pécsi hölgy nagyon megdöbbent, amikor legutóbb a temetőben járt. Férjét 10 éve temette el, akkor 10 000 forintot fizetett egy ilyen kolumbáriumért. Amikor elment, hogy megváltsa a sírhelyet, kiderült, a sokszorosát kell kifizetnie. Olyan összeget mondtak, ami nagyon mellben vágott. Tulajdonképpen én sejtettem, hogy több lesz 10 000 forintnál, ezért 20 000 forintot a zsebembe vágtam, hogy majd ezzel kifizetem, és megmondták, hogy ez nem elég, mert 37 900 forintot kell fizetni a sírhelyért. Az önkormányzati rendeletben foglaltak ezek az árak. A temető igazgatója azt mondja, idén nem emelkedtek a díjak, és az árakat sem ők határozzák meg, hanem a város. Valóban most tették ki az értesítőket, a megváltásról pedig ilyen táblákon tájékoztatják a hozzátartozókat. Ezek 3 évig kint lesznek, ennyi ugyanis a türelmi idő. Az újraváltásról, illetve a díjakról a központi irodában kérhetnek információt. Ha 3 év letelik és nincs rá reakció, akkor még egy felhívást teszünk a sírra, erősítünk egy megfelelátott, védett műanyag zacskóba egy értesítést, amiben a hozzátartozója értesül ismételten, vagy most már nyomatékosabban, hogy ez a helyzet. Idén 2 parcellát kell újraváltani. Egy-egy parcellában több 100 sírhely van. Külön értesítést a Pécsi Temetkezési Kft. Nem küld. A gyermek hospice németországi tapasztalataival ismerkedtek magyar szakemberek. A szakmai tanulmányúton az egészségügyi tárca illetékesei mellett városunk önkormányzatát és a Pécsi Szememfény Alapítvány képviselői is részt vettek.
A program tapasztalatait beépítik a Baranyai megyeszékhelyre tervezett Dóriház elnevezésű gyermekhospice intézmény kialakításához. Stúdiónk vendége Gyura Barbara, a Szemenfény Alapítvány elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Németországban milyen tapasztalatai vannak a gyermekhospice-nak? Mi volt a gyakorlati haszna ennek az útnak? Egy gyermekhospice házat látogattunk meg, amely harmadik éve működik már itt, és itt már egyszer jártunk november hónapban, és annyira megtetszett nekünk ez a rendszer, meg ez a működés, hogy mindenképpen azon voltunk, hogy el tudjunk vinni valakit magunkkal a minisztériumból is, hogy megmutassuk, milyen hiteles ez a dolog, és hogy tud működni Németországban. Úgy gondolom, hogy sikeres volt ez az út, mert ugyan a szociális tárca nem képviselte magát, mert utolsó pillanatban lemondták az utat, de az egészségügyi minisztérium részéről tudtuk magunkkal képviselőt vinni, illetve Pécs városa képviseletében is tartott velünk gyermekvédelmi koordinátor, és most először tudtuk a valóságban megmutatni azt, hogy mi mit is szeretnénk létrehozni. Eddig csak szavakban mondtuk ezt el, újságokban tettük közzé, interjúk hangoztak el, itt azonban a valóságban is látszott, hogy miről szól a gyermekgyógyászati palliatív ellátás része, a gyermekhospice ház. Mióta működik ez Németországban, lehet-e tudni, és beszélgettek-e ott kint szülőkkel? Ugye mindig az a legsarkalatosabb kérdés, hogy a szülők hogyan állnak ehhez a dologhoz. Láttunk bent családokat is, természetesen 8 család elhelyezésére van egy ilyen létesítményben egyszerre lehetőség. Egy olyan 7-8 éves múltja van Németországban is igazából ennek a területnek, a gyermekhospice-nak, meg a gyermekgyógyászati palliatív ellátásnak. Anglia igazából a bölcsője ennek Európában, ott már 1982-ben létrejött az első gyermekhospice ház, viszont volt egy néhány évvel ezelőtt Trentóban egy nemzetközi kongresszus, ahol megszabták az európai standardjait ennek, és Magyarországra is végül is előírták azokat a szabályokat, vagy kívánalmakat, vagy javaslatokat, hogy hogy kellene ez működjön, és ezügyben még olyan komoly előrelépések eddig nem történtek, mi ezt most szeretnénk egy picit felfrissíteni és felpörgetni. Gyakorlatilag források hiányoznak, vagy inkább az a jogszabályozás, ami megteremthetné ennek a támogatási rendszerét? A jogi hátteret tulajdonképpen sikerült kivívnunk. Novemberben aláírta az egészségügyi miniszter azokat a minimum feltételeket, amely tartalmazza a gyermekhospice személyi és tárgyi feltételeit. Persze ezen még valószínű, hogy változtatni kell, mert nem igazán életszerű, ami ebbe belekerült, ebbe a rendeletbe. A finanszírozásáig igazából még el sem jutottunk, de ennek a tanulmányútnak a fő célja az volt, hogy megmutassuk, hogy Németországban milyen finanszírozási rendszer alapján működik ez a ház. Tulajdonképpen kormányzati szinten a szociális tárca és az egészségügyi tárca is ad hozzá támogatást, önkormányzatok is adnak támogatást, ez körülbelül a működési költségek 40%-át fedezik, igazából a gyermek ott tartózkodását adja a kormány, ez 250 euró per nap, és az alapítványnak annak a család tartózkodási költségét körülbelül 350 euró per napot kell biztosítania, hiszen a gyermekhospice-nak ez a lényege, hogy a családtagok szorosan ott lehessenek a gyermek közelében. Pécset ugye a Dóriház kialakítása valamilyen szempontból megindult, de meg is akadt források hiányában. Hol tartanak most jelen pillanatban? Hát most nagyon várjuk az áttörést. Jelentkezett egy épületgépészeti cég, amely segítséget ajánlott a vízvezetékrendszerben és a fűtésrendszer korszerűsítésében. Elkezdődtek a tervrajzok ezzel kapcsolatban. Ha ezt a problémát sikerül megoldani, akkor majd nagyon nagyot tudunk haladni, mert sok bútorzatunk, szaniterek, ilyesmik már megvannak. De még egy olyan 5-6 millió forint, ami hiányzik, az pedig már a speciális gyermekápolási eszközök, így a speciális kiságyak, gyermekágyak, fürdetőeszközök beszerzéséhez kellenek majd. Lehet-e tudni, hogy Németországban támogatta az ottani városi önkormányzat? Ugye azt tudjuk, hogy állami dotáció van, de hogy mit tudna tenni a pécsi önkormányzat? Mit vár esetleg a Szemenfény Alapítvány, illetve ez a bizonyos Dóriház a várostól, bármilyen ígéret van-e? Hát polgármester úr részéről is, meg több országgyűlési képviselő részéről is elhangzott, hogy támogatni fogják az ügyet. Nyilván anyagi támogatásra is szükségünk van. Azt is tudjuk, hogy a város lehetőségei korlátozottak. Mi minden segítségnek örülünk, de annak is, hogyha legalább abban segítségünkre van a város, hogy a médiában közhírré tegyük a fejleményeket, hogy eljuttathassuk a híreket a lakossághoz, hogy így megtaláljanak bennünket akár az adó 1% felajánlásával, akár más támogatás felajánlásával, és így közös erőből meg tudjuk valósítani a programot. Zárásként mi lehet a következő lépés?
Ugye most már megismerkedett a minisztérium is ezzel a dologgal, németországi példák is vannak. Merre felé indulhat el az alapítvány? Jelenleg kollégáimmal együtt egy anyagot készítünk erről az útról, ami egy ilyen 50-60 oldalas szakmai beszámoló és javaslat lesz. Ezt szeretnénk eljuttatni a minisztériumba, vélhetően ez majd már az új kormányhoz kerül, és szeretnénk elindítani és kidolgozni ennek a finanszírozási rendszerét, és ezúton harcolunk azért, hogy ez megvalósulhasson, és legalább ősztől vagy 2011-től legyen ennek állami finanszírozása, hiszen ez a gyermekgyógyászati palliatív standard is előírja, hogy minden kormányban gondoskodni kell arról, hogy a halálos betegségben szenvedő gyermekek ilyen jellegű ellátáshoz juthassanak. Reméljük, hogy sikerrel fog járni a munkájuk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Mi pedig folytassuk mással. Elromlott a parkolójegy automata, a pénzt elfogadja, jegyet viszont nem ad. Mi ilyenkor a teendő, kell-e bírságot fizetni, lakossági panasznak jártunk utána. 12 óra 58 perc, Rét utca. Hendinger Anita egy órára sietett egy megbeszélésre. Leparkolt, elment a legközelebbi automatához, de jegyet nem kapott. Bedobtam a pénzt, ki is írta, hogy meddig érvényes a jegyem. Megnyomtam a jegykiadó gombot, és nem adja ki a jegyet. És próbáltam felhívni azt a telefonszámot, ami az automatán található, ahol pedig nem veszik fel a telefont. Nem panaszosunk az egyetlen, aki hasonlóképpen járt. Többen is panaszkodnak, hogy nem lehet elérni telefonon a hiba bejelentőt. A Gámán Kft. Illetékese elmondta, 170 automata üzemel Pécsett, naponta több ezer jegyváltás történik, ebből napi 10-15 hiba bejelentés érkezik. Ennek fogadására mindösszesen egy telefonvonaluk van. A kollégáim rögzítik az esetet, abban az esetben is rögzítjük a hangfelvétellel, hogyha valaki esetleg nem tudná fölvenni a telefont, akkor is rögzítjük. Ebben az esetben pedig, hogyha pótdíjfizetési felszólítást kap, akkor ezt el kell juttatni az irodánkba, ahol megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy mi, illetve annak az okát, hogy mi az, amiért ő nem tudott jegyet vásárolni. Ha az automata a pénzt elfogadta, de nem adott jegyet, akkor megbüntethetik az autóst. Ilyenkor be kell menni a Gámán Kft.-hez, és ha tényleg a gép romlott el, akkor nem kell kifizetni a büntetést. Kaleidoszkóp Pécs 2010 címmel pécsi művészek munkáiból nyílt tárlat szerdán az Európai Parlament brüsszeli épületében. A rendezvényt Jerzy Buzsek, az Európai Parlament elnöke nyitotta meg. Az eseményen részt vett Páva Zsolt, Pécs polgármestere is, aki felkérte Jerzy Buzseket, látogasson el Pécsre, Európa kulturális fővárosába, és a helyszínen élje át mindazt a kulturális pezsgést, amit a kiállítás megnyitóján megízlelt. Az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága ősszel kihelyezett ülést tart Pécsett. Eközben ma újabb EKF tájékoztató irodát adtak át a fővárosban. Budapest első Pécs 2010 infopontja a belváros szívében, a Váci utca és az Irányi utca sarkán nyílt meg. Az irodában a fővárosi lakosság és az ide látogató turistákat várják. Teljes körű és naprakész információkat kaphatnak Magyarország eddigi legnagyobb kulturális programsorozatának eseményeiről és a pécsi beruházásokról. A budapestivel együtt összesen 68 infopont működik már. Most pedig lássuk, mi minden történt még Európa kulturális fővárosában az elmúlt 24 órában. Hírösszefoglalón következik. Ünnepséget tartottak csütörtökön a kommunizmus áldozatainak emléknapján a Pázmány Péter utcai általános iskolában, ahol Nagy Csaba alpolgármester mondott ünnepi beszédet, majd megkoszorúzták Kovács Béla emléktábláját. Az egykori földművelésügyi minisztert, aki egyébként patacsi születésű volt, 1947-ben ezen a napon jogellenesen letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták. Az emléknaphoz további események is kapcsolódtak csütörtökön késő délután városunkban, megemlékezést tartott a Mecseki Munkás Tanácsok Szövetsége és a Polgári Fórum Egyesület is. Miért fontos az uniós témák jelenléte a pedagógiai munkában? Hogyan dolgozzák fel a különféle uniós témákat az egyes tagországokban? Ilyen és ehhez hasonló témában tartottak továbbképzést pedagógusoknak csütörtökön a Művészetek és Irodalomházában. A tréningek részletes elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtottak a résztvevőknek arról, hogyan lehet a középfokú oktatásba bevonni a különböző uniós tartalmakat úgy, hogy az érdekes és figyelemfelkeltő legyen a diákok számára.
Az EKF civil programján nyert keretből hirdetett pályázatot a Jelenkor Alapítvány Versben élő Pécs címmel. Ennek keretében olvasók szavazhatnak arra a 100 pécsi kötődésű versre, melyet irodalmárokból álló zsűri választott ki. A 25 legtöbb szavazatot kapott művet a költészet napjához kapcsolódva pécsi színészek adják elő. Az alkotásokra többféle módon is lehet szavazni, levélben vagy személyesen a Művészetek Házában, illetve interneten a www.jelenkor.net oldalon, mindezt március 31-éig. A napokban jelenik meg Ausztriában az a 170 oldalas könyv, mely Pécs történelmét az ókeresztény időktől a 2010-es EKF-ig terjedő időkeretben mutatja be. A kiadvány a Pécs városának története, valamint az EKF programsorozat iránt érdeklődőket avatja be a 2000 éves gazdag múlt rejtelmeibe, értesült az Objektív hírügynökség. Lakossági fórumot tartott szerda este a Lehet más a politika, ahol többek közt az is szóba került, hogy az LMP tagjai szerint mitől lehet más a politika. Ezek az emberek egyébként az én tapasztalatom szerint első ízben a saját szabályzatukba beépítik azokat a szempontokat, hogy hogyan nem lehet a politika szintjén érvényesülni, ha valaki arra törekszik, a szabályzat szerint maga a rendszer zárja őt ki. Ez rendkívül szimpatikus volt nekem, mert eddig mindig csak az volt, hogy aki pártkatona, az előre juthat. Itt viszont pont az van, hogy aki itt akar a politikai vonalon érvényesülni, az kizárja maga az LMP rendszere. A fórumon az is elhangzott, amennyiben az LMP áprilisban elég szavazatot kap, akkor konstruktív ellenzéként lép majd fel a parlamentben. Újra nyílhat mélyművelésű szénbánya a Mecsekben, Máza és Váralja térségében. A termelés beindítására azonban 6-7 évre és több mint 74 milliárd forintos beruházásra lenne szükség. A kutatási jogokkal rendelkező vállalat vezetője elmondta, amelyben csak nem fél milliárd tonna szénvagyon van. Ezt befektető bevonásával 80 év alatt hoznák a felszínre. Ez egy érintetlen, mondhatni szűz terület, azzal, hogy mint egy 30 éves földtani kutatási folyamatnak az utolsó 4 évét vártuk fel, azaz a meglévő adatbázisom, 31 darab 1000 méteres mélyforrás adatai, a 85 után is végzett szeizmikus vizsgálatok, szelvények adatait összesítve, értékelve pontosítottuk a földtani felépítést. Ez a 438 millió tonna nekünk, ez földtani vagyon. A pécsi ítélőtáblának nincs elmaradt ügye, vagyis itt nem kell hónapokat várni egy-egy tárgyalásra. Felmerült azonban, hogy Zala megye újra a pécsi ítélőtáblához tartozzon. Ha így dönt a parlament, akkor ismét megnőhet a várakozási idő. Pécsnek nem kell Zala megye, mert nem bírja, mármint a munkát. Ha a pécsi ítélőtáblán kell majd a zalai ügyeket is elbírálni, akkor hosszú sorban állásra kell felkészülni, mondja az ítélőtábla elnöke. Zala megyéből ugyanis elsősorban civilisztikai, polgári ügyszakon olyan nagy az érkezés, a győri ítélőtábla statisztikai adatai ezt mutatják, amely szükségképpen fel fogja vetni a polgári bírák létszámának kérdését a pécsi ítélőtáblán. A pécsi ítélőtábla példás munkát végzett, plusz ügyeket is átvállalt például Budapesttől, tette hozzá az elnök. Az összbírói értekezleten ezt emelte ki a legfelsőbb bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke. Baka András elmondta, változtatni kell a rendszeren. Első lépésben a képzésre fordítják a nagyobb figyelmet. Nagyon fontos, hogy egy egységes bírósági rendszert építsünk, egy egységes bírósági rendszerben gondolkodjunk, amelyben egységes gazdálkodás, egységes infrastruktúra, egységes statisztikai rendszer működik. Nagyon fontos, hogy a képzés, a bíró képzése, továbbképzése menjen és megvalósuljon kötelező jellegűen. Az értekezleten felmerült, hogy a bíróságoknak nyitniuk kellene a nyilvánosság irányába. Jobban ki kellene szolgálni a sajtót, több lehetőséget adni a közvélemény számára. A Tatros zenekara a moldvai és a gyimesi csángók régi tradícióival foglalkozik. Elsősorban a csángók hangszeres és énekelt zenéjét, tánckultúráját, népszokásait tárja a nagyközönség elé. Repertoárjukat Pécsett is bemutatták a Hagyománytár népzenei koncertsorozat keretében. A Tatros együttes 1988-ban alakult Budapesten. Nevét a Keleti-Kárpátok gyimesi hágójánál lévő Tatros folyóról kapta.
A csángók zenéje a magyar népzenei anyanyelv távoli dialektusaként, különös ritmusával és zengésével sokak érdeklődését kelti fel, nem csak Magyarországon. A magyar népzenei dialektusok között az egyik legegzotikusabb, erősebb hatások érték a moldvait. Ami a moldvaiba gyökereibe megtalálható, az nagyon régi, nagyon ősi, mint ahogy Erdélyben is mezőség és moldva tartalmaz a legtöbb pentaton dallamokat. A Tatros tagjai különös zenei nyelvet még az autentikus zenészek utolsó generációjától személyesen gyűjtve tanulhatták és sajátíthatták el. Ma már elsősorban e nyelv hű megőrzését, közvetítését és tanítását tartják fő feladatuknak. Szerda este a moldvai és gyimesi bölcsődaloktól, a katonai énekeken át a siratókig hallhattunk dalokat az együttestől. Mindjárt jönnek a sporthírek, de előtte lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. Pénteken erőteljesen beborul az ég és kiadós, esőzés várható estig. Helyenként megerősödik a szél, a hőmérséklet plusz 5 és plusz 9 fok között alakul. Péntektől frontokkal terhelt, változékony időre számíthatunk, és emiatt hangulatunk is változó lehet. Az erős szél pedig csak fokozhatja az időjárásra érzékenyek panaszait. És ahogy ígértük, itt vannak a friss sporthírek Palotai Tamástól. Tamás, mit hoztál nekünk mára? Szia Gergő, köszöntöm a kedves nézőket! Kosárlabdával foglalkozunk a fiúkkal is és a lányokkal is. Jöjjenek a részletek! Csütörtök este lejátszották a női kosárlabda Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzését, a Mizó Pécs 2010 a Győr együttesét fogadta. Íme a mérkőzés rövid összefoglalója. A Mizó Pécs 2010 a Lamivi Győr együttesét fogadta Lauberdezső sportcsarnokban Magyar Kupa negyeddöntő első mérkőzésén. 25-14 volt az első negyed, de nagyon szorosan indult a mérkőzés. A negyedik percben, az első negyedben már bónuszban volt a Pécs, a másodikban volt a legnagyobb a különbség, akkor 29 volt az állás. A harmadik negyedben szoros állás volt, 18-15. 3 ponttal nyerte csupán ezt a negyedet a Pécs, az egész mérkőzést azonban kiváló játékkal, nagy különbséggel, gyakorlatilag eldöntve ezzel a továbbjutást, hiszen hétfőn, március 1-én Győrben játszik majd a Mizó a második találkozót. Van döntetlen, de tovább megy a második meccsen valamelyik együttes. A végeredmény pedig tehát Magyar Kupa negyeddöntő első mérkőzés, Mizó Pécs 2010, Győr 90-54. Amikor ebben az idényben még a nyeretlen debreceni csapattól kikapott a PVSK Pannonpóval együttesen, mindenki azt mondta, hogy bárcsak ne történt volna meg ez. A Deke honlapján megjelent hír hallatán sokakban felcsillant a remény, de a szabályok szerint nem törlik a mi szempontunkból roppant gyengén sikerült mérkőzés eredményét. A Debreceni Egyetem Kosárlabda Egyesület elnöksége a jelen gazdasági körülmények közepette nem látja biztosítottnak a szezon befejezését az NB1 A csoportban szereplő csapata számára. Ezzel a nem túl biztató mondattal kezdődött a Deke honlapjára szerdán felkerült hivatalos közlemény, melyet az egyesület vezetői tettek közzé. Az érvényben lévő szabályok szerint nem törlik a csapat által elért eddigi eredményeket, hiszen a szezon felén túl vagyunk már. Ha egyébként így történt volna, akkor annak egyedül a PVSK Pannonpower gárdája örülne, hiszen ebben az idényben csak minket tudott megverni Fodor Péter alakulata. Ami pedig a bajnokság hátralévő részét illeti, a bihari csapat soros ellenfelei egy játék nélküli 20-0-ás győzelmet könyvelhetnek majd el. A döntés kizárólag a Debrecen NB1 A osztályában működő felnőtt és U20-as csapatát érinti, ezt követően a Deke az NB1 B csoportban versenyeztet együttest, illetve a többi korosztályos bajnokságban, ahogyan eddig is. Visszatérve a mieinkre, Hosszú Gergőjéknek szombaton játszaniuk kell, a Salgó Tarjan együttesét fogadjuk este 6-kor a Lauberben. Ruják András szenvedett kisebb térsérülést a héten, de nagyon úgy néz ki, hogy rá is számíthat hétvégén Ivica mester, így teljes kerettel léphetünk parketre a Salgó ellen. Ez volt a Pont ma a Pécs TV-n, Európa Kulturális Fővárosa hivatalos helyi televízióján. Hírekkel, sporthírekkel a továbbiakban is várjuk Önöket. Írjanak nekünk a hiradó@pectv.hu címre, vagy hívjanak az 513-100-as telefonszámon. Természetesen megtalálják honlapunkon a legfrissebb híreket is.
Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra. Viszontlátásra.